Második alkalommal rendezett a Harman Becker Kft. Az Óbudai Egyetemmel és Székesfehérvár önkormányzatával együttműködve 24 órás prototípus fejlesztő versenyt. A versenyen péntek 14 órától szombat 14 óráig vettek részt a diákok, akik a megméretetés során maguk oszthatták be az idejüket. Kis István, a Harman ügyvezető igazgatója kiemelte, a cél, hogy a diákok az eseményen megmutathassák tehetségüket, ezen kívül pedig szeretnék a vállalat utánpótlását is növelni. A Harman számára az utánpótlás nevelés, a középiskolák és az egyetemi diákok bevonzása a műszaki területre, illetve arra területre, vagy arra termékkörre, amiket mi gyártunk, hogy utánpótlásunk meg legyen, ez megkezdődött már 5-6 évvel ezelőtt a duális képzéssel, a technikusi képzéssel. A tavalyi évben csak középiskolások indulhattak, de idén újítottak a szervezők, és a felsőoktatásban tanulók is lehetőséget kaptak a részvételre. A selejtezőbe egy kis film elkészítésével juthattak a fiatal programozók, majd onnan 6 középiskolás és 8 egyetemista csapatot választott ki a szakmai zsűri a pénteki 24 órás döntőbe. Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere remek lehetőségnek tartja, hogy a fiatal fejlesztők megmutathatják tehetségüket egy megmérettetésen, és reméli a jövőben is Székesfehérváron rendezik meg a Harman programozó versenyét. Fantasztikus ötletet fogalmazott meg a Harman Becker Kft., a város egyik legnagyobb cége és adófizetője az Óbudai Egyetem Alvarégi Műszaki Karával közösen másfél évvel ezelőtt, amire egyből azt mondta a város, hogy természetesen mindenben segítünk, hiszen ez egy tényleg fantasztikus gondolat, és aztán az első verseny igazolta, hogy ez milyen jó ötlet és program. Fiatalok nagyjából azonos érdeklődési körben 24 órán keresztül egy ötletet valósítanak meg. A verseny feladata nem lehetett független napjaink kihívásaitól, így a versenyzőknek idén egy olyan eszköz kellett fejleszteni, ami az autóban ülő sofőr mindennapi dolgát könnyíti meg, és hozzájárul a balesetmentes közlekedéshez.